Az elektronikus személyi jövedelemadó bevallás tervezet azoknak a magánszemélyeknek nyújt lehetőséget a bevallás teljesítésére, akik nem kértek munkáltatói adómegállapítást, vagy ezt a munkáltató nem készíti el részükre. Ez a lehetőség azok számára is segítséget nyújt, akik nem maguk akarják elkészíteni a bevallásukat. 250 ezer bevallási tervezetet készítettünk el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez azt jelenti, hogy minden adózónak készült ilyen bevallási tervezet, azonban csak az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek tudják megtekinteni, illetve azok, akik postán kérték, hogy postázzuk ki a részükre. 40 ezer adózó kérte, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság postázza ki a részükre ezt a bevallási tervezetet, több mint 20 ezeren egyébként SMS-ben kérték ezt a lehetőséget. Azok az adózók is megtekinthetik a tervezetet, akik nem kérték sem a postai, sem az SMS-es szolgáltatást, és ügyfélkapus regisztrációval sem rendelkeznek. Többek között a családi adókedvezmények érvényesítése miatt is fontos az ellenőrzés. Emellett az ügyfélszolgálat segítségével regisztrálhatják magukat az elektronikus rendszerben. Azok az adózók, akik még nem rendelkeznek ügyfélkapuval, lehetőséget kapnak arra, hogy a későbbiekben, hogyha ügyfélkaput nyitnak, ezt a bevallási tervezetet le tudják tölteni azon keresztül. Itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adóigazgatóságon lehetőség van arra, hogy ügyfélkaput nyissanak az ügyfelek. Hogyha a személyigazolványukkal, illetve a lakcímkártyával megjelennek az ügyfélszolgálaton, akkor ezt pár percen belül a kollégáink elintézik nekik. Az ügyfélkapuval rendelkező adózók az elkészült személyi jövedelemadó tervezetből eddig 7000-et fogadtak el, tehát ennyi vált már bevallásá. Azonban akik nem nyilatkoznak a tervezetről, azoknak is automatikusan május 22-én adóbevallásá válik a tervezet. A tavalyi adóbevallások közül egyébként már 60 ezer érkezett be a NAV-hoz. Ettől az évtől kezdve minden egyéni vállalkozónak és a nyugdíjasoknak is elektronikusan kell benyújtani a dokumentumot.